És ezt érezni fogod, hiszen ott vannak a közelben. Azon kívül lesznek bizonyos dolgok, ami a múltadra és ezekre a családi kapcsolatokra emlékeztet. Mert például elolvasol egy levelet, mint ahogy a képen látható, vagy nézel régi fotókat. Ha vannak szép emlékek, akkor azt tartsd meg, őrizd meg. Ha olyan emlékeid vannak, ami szomorúságot vált ki belőled, vagy könnyeket, akkor próbáld lezárni ezeket a dolgokat, tekints egy új irányba, hiszen lesz egy új kezdet, és az számodra egy javulást jelent. Hiszen ezen a napon most van ez a változás, ezek a megújulások. Itt a múltról van szó, családi kapcsolatokról van szó, emlékekről van szó, és ezek a szép emlékek erősítenek téged. Hiszen az őseid ott vannak a közelben. Amennyiben szomorúságot váltanak ki ezek az emlékek, akkor zárd ezt le. Mert akkor jobban fogod érezni magadat. És ebben a helyzetben egy új kezdet, új irány, új kapcsolatok fognak számodra erőt adni. Ezen a napon, vagy a következő napokban előfordulhat az is, hogy egy idősebb személy közeledik hozzád, ad számodra egy bölcs tanácsot, és ezt elfogadhatod. Lehet, hogy döntésekről van szó, és ez a tanács segít abban, hogy tudd azt, hogy jó döntést hoztál. Persze, előfordulhat az is, hogy nem jó döntést hoztál, és szükséged van erre a tanácsra, hogy átgondold a dolgokat, és változtass valamit a terveiden. Ami fontos, amit én tudok közölni veled, ez a tanács jelenti a bölcsességet, jót fog tenni számodra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!